Szívem! Ezt te most komolyan gondolod? Miért hozod? Hát az én bajt, normális vagy kicsi? Milyen szív bajt? Jössz, mint egy buldózer, komolyan mondom. Nem, mint egy buldózer, de hát én már megebédeltem, te meg így sütteted de magad miért a napon. Veszekszel? Most miért veszekszel? Hát mert ez nem százas dolog. Hát az sem, hogy itt jössz, egy kicsit elbóbiskoltam, és jössz, mint egy buldózer, komis. Nem, de ez sem száll. Hát de leégsz, hát tiszta vörös a fejed. Ne, hogy vörös, hát mennyi, már rég percet meg. Volt. 5 perce jöttem rád, nézd már meg, mi bűzös a gotyám. Tényleg? Tessék, egy kicsit legalább lehűtelek. Nagyon normális te, hülye vagy. Hagyjál a békén. Na, kicsim, de tényleg ez nem jó dolog. Ha én ilyet tettem volna, amit a Zsuzsi most, hogy nyakon öntöm szó szerint jeges vízzel, biztos, hogy ma egy szót nem szólt volna hozzám. Én egy elképesztő türelmes jófejpali vagyok, de azon el kell gondolkozzak, hogy most a Zsuzsika valóban úgy érezi, látom, hogy... Mert hogy tényleg, hogy lehet ilyen gonosz? Én szívbajt kaptam. Tehát föl vagyok forrósodva, és tűzforró a bőröm, és jéggel leöntesz. Menj már ki. Mind a szám... Segítsek kivenni. Yeah. Nem esett jól, meg is szédültem, adjál! Nem attól szédülsz, hanem attól, hogy a napon nem, voltál. Attól, gyere, is hideget rám, hát hülye vagy. Tudod milyen az, hogyha bemész a vízbe, ne nyúj hozzám, hozzám ne érjem, és még egyszer. Jéghideg, nagyon rosszul esett. Hát de az volt a lényeg, hogy jéghideg. Hát nem a szauna után is belemész hideg vízbe. A szauna hoztad ki? Nem vagy normális. És egy cikam, egy cipja, tukam a Cica! Most hova mész? Gyere már, nyuszika, bocsánat!